Már csak pár nap választ el minket minden szentek ünnepétől, illetve halottak napjától. Lakatos Bence káplán a vendégem, tisztelettel köszöntöm, atya, a Szent Teréz plébánia templom új káplánja, lehet azt mondani, hiszen nem olyan rég szentelték pappá. Nagyon sok erőt kívánok majd a munkájához. Köszönöm szépen. Remélem, hogy megtalálja az hivatásában a sok-sok örömöt, sikert, és a lelki gazdagságot, pedig mi a munkája által ezt így bevezetésként engedje meg, hogy, vagy remélem, hogy örült, hogy elmondtam. Nagyon köszönöm. Atya, az ünnepkör, a mostani ünnepkör nagyon sok ember előtt nem tisztázott. Vannak vallásos emberek, vannak, akik abban nőnek fel, hogy jelent minden szentek, halottak napja. Azt azért mindenki tudta régebben is, hogy halottak napján kimegyünk a temetőbe, meggyújtjuk a gyertyákat, aki vallásos elmondott egy imát. De már a minden szentek ugye nem volt állami ünnep, mint az utóbbi időben. Mi a két különbség, vagy mi a különbség a két ünnepnap között alapvetően? Köszöntöm én is a nézőket, és hogyha egyszerűen szeretnék válaszolni erre a kérdésre, persze majd bonyolultabban is fogok, akkor így lehetne bemutatni. Minden szentek halottak napja. Tehát minden szentek ünnepén szenteket ünnepeljük, őket, hogy léteznek, hogy itt éltek a Földön, és számíthatunk az ő közbenjárásukra. És vannak olyan szentek, akiket minden nap megünneplünk, vannak napok, amik kiemelten róluk szólnak, de vannak olyan szentek, akik vagy már névtelenek, vagy egy kicsit kevésbé emlékezünk róluk, és ezért egy kiemelkedő nap ez a minden szentek, mert akkor minden szentről megemlékezünk, és a halottak napján pedig, mint ahogy a temetési szertartás könyv is mutatja, a fekete, a gyász színébe öltözünk, és megemlékezünk halottainkról, azokról, akik már senki, vannak olyanok, akikről már nem emlékezik meg senki, de mégis a szívünkbe hordozzuk ezen a napon, és megemlékezünk róluk imákban is, és hogy visszakanyarodjak a minden szentekhez. Ilyenkor eredetileg minden szentek ünnepét azt vértanunk tiszteletére rendelték el, még nagyon régen, és később, ahogy bővült a szentek sokasága, kijelölték ezt a napot, hogy minden szentek ünnepe is legyen, hogy ne csak a vértanukról, hanem a többi szentről is. És érdekesség, hogy először, mint hogy a keleti egyházban mind a mai napon, ezen a napon tartják, májusban, pünkösd utáni első vasárnapon, nálunk ez egy kicsit elmozdult, és novemberre tolódott, mert ennek ilyen praktikus szempontjai is vannak, mert amikor nagyon sok zarándok eljött ezekre az ünnepekre, akkor a terménybetakarítás ezekben az időszakokban záródott le, és a sok zarándoknak legyen mit enni, azért nem egy utolsó szempont, ezt a napot jelölték ki november 2-án. Hát meg a dolog időnek is vége volt már erre az időszakra, mert hát készen voltak már a földi munkálatok, mármint a termőföldön végzett munkálatok, ahogy ezzel említette a praktikus megoldásokat is. Ebben a könyvben, amit az imént mutatott, ugye az a címe, hogy szentek, hagyd mutassam meg még egyszer én is a nézőknek, napról napra művészet és vallás között. Igen. Ez nagyon-nagyon fontos, és tényleg azt lehet mondani, hogy egy csodálatos mű, hiszen a az év 365 napjára, minden napra találtatott egy szent, akinek a közbenjárását lehet kérni az életünk megsegítésére, és mellette ott van egy művészeti alkotás. Igen. És tulajdonképpen, amikor a képtár, én emlékszem, hogy gyerekkoromban, amikor mentünk múzeumlátogatásra, sok festményt nem is értettem, nem tudtam, hogy ki kicsoda, és nem is lehet minden szentet ismerni. Ez a
Ez a könyv tényleg lehet azt mondani, hogy egy hiánypótló a művészet és az egyház vagy a vallás történet szempontjából. Egy picit nézzük meg, hogy mitől is lesz valaki szent, mitől nyilvánítatik szenté, és akkor most talán a legutolsó szentélyavatásból elindulhatnánk. Ugye második János Pál pápáról van szó, aki azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok ember megelégedésére kapta meg a szenteknek járó tisztességet. És ami érdekessége, és nem is véletlenül kanyarodtam ide, hogy régebben volt egy olyan, és Olaszországban van egy másik szent, akit talán Magyarországon annyira nem ismerek, ez a Pátre Pió atya, akit szintén halála után nagyon-nagyon hamar avattak szenté, és ez ritkaság számba megy, hiszen azt nem is tudom, hogy de ezt javítson ki, de én úgy gondolom, vagy hallottam valahonnan, de lehet, hogy nem tökéletes, hogy azt mondják, hogy addig még lehet élő szemtanúja az ő életének, addig nem avatják szenté, nehogy valamivel a munkásságát meg lehetne bolygatni. Kivétel, tehát hogy valaki rosszat mondaná rá utólag, és akkor mondjuk az a mitosz, amit fölépítenek köré, az megdőlhet. Kivételt képezett Pádre Pió, aki fantasztikus életével és gyógyításával és tetteivel nagyon hamar kiérdemelte ezt a címet, és ugyanezt lehet elmondani második János Pál pápáról. És hogy egy kicsit hazai vizekre is evezzünk, azért az Árpádházi szentek közül is nagyon sokakat, nagyon hamar avattak szenté, ne felejtjük el mondjuk Szent István királyt, vagy Árpádházi Szent Erzsébetet is, de igen, erre mondja az olasz, hogy Santo subito, tehát azonnal szent. Igen, ez valóban így van, hogy ehhez hozzájárul az is, hogy nyilván akik nagyon nagy tiszteletnek örvendenek, róluk nagyon sokan az imáikban a közbenjárásukat kérik, és ez talán egy különleges jel is, hogy a világ felé, hogy emberek, akik hisznek abban, hogy egy-egy olyan ember, aki nagyon közel állt Istenhez, tud segíteni nekik az életben, ha bár lehet, hogy vagy sok évszázad, vagy tér választja el őket egymástól, mégis segítenek, szentek, és ezért is van, akiket hamarabb avatnak szenté. És nekem bocsánat, csak annyi még, hogy nekem nagyon a szívemhez közel áll mindig az a jelenet, amikor biztosan sokan emlékeznek rá, amikor Magyarországra is eljött, de talán az összes kontinensen, amikor megérkezett a repülővel, és rögtön, ahogy kilépett és lelépkedett azon a kis repülő létrán, akkor rögtön megcsókolta a földet, és ez egy nagyon... Egyébként ez csak második János Pál pápára volt jellemző, vagy az előző pápákra, vagy lehet, hogy azért, mert nem voltak utazó pápák, vagy nem nagyon mozdultak ki a Vatikánból, hát illetve ő iskolát teremtett az ő magatartásával, ahogy bejárta a világot, ahogy elment az ellenfelekhez, vagy az ellenségekhez is. Igen, az biztos, hogy talán az ő személye, hogy egy nem olasz pápa, püspököt választottak pápává, ez talán nagyban hozzá is járult, hogy kitágította a teret, hogy az emberek felé hogyan lehet megnyílni. És nem utolsó szempont, hogy ő nem volt olasz, még nem is a vasfüggönyön túl élt és munkálkodott, ez is hozzásegítette, hogy új és új gesztusokat tett, és ez az akkori világban ez olyan újdonságnak hatott. Egyébként most, ahogy itt beszélgettünk János Pál pápáról, és így végig gondoltam, hogy tényleg mennyire nem ismerjük a szenteket, mennyire nem tudjuk, hogy ki milyen tette révén
vált szentté? Mert lehet, hogy volt olyan, akinek csak egyetlen egy mozzanat volt az életéből, amiből, vagy amitől szentté válhatott, és volt, aki egy élet tevékenysége után válhatott szentté. Hogy a mai napunknak is megvannak a maguk vértanú, és említett, hogy onnan indultunk, igen, hogy vértanúk és szentek. És a, hogy a két nap végül is összelett, a két ünnep összelett gyúrva egyé, itt a Minden Szentek ünnepére. Hogy ugye manapság is ugye a hitükért az embereket nagyon sok helyen kivégzik. Igen. Igen, igen. Hát tulajdonképpen ők is vértanúk, épp igen, úgy. Hát a katolikus van, vallást, és más vallások vagy. Hát olyan döbbenetes, hogy olyan, hogy a 21. században ilyen előfordulhat. Igen, igen. Igen, ez valóban nem egy olyan luxus. És sajnos az a baj, hogy a 20. században, nagyon főleg Nyugat-Európában, elhitték az emberek, hogy elég a keresztény, jó kereszténynek lenni ahhoz, ha egy hónapban egyszer vasárnap elmegyünk szentmisére, vagy mindenféle külsőséges dolgokban megnyilvánulunk. És pont ezek a közel-keleti események, vagy a világ más részein föltáruló atrocitások és üldözések fölhívják a figyelmünket arra, hogy nem elég pusztán abban nekünk itt Budapesten, ahol nincs vallásüldözés, megelégednünk azzal, hogy néha-néha elmegyünk templomba, hanem az ő hitüket, az ő abban nagyon sokat tudunk nekik segíteni, hogy kitartsanak a hitük mellett, hogyha többet imádkozunk értük, hogyha kicsit az életünkben több teret adunk Istennek, és ezáltal minket is alakít arra, hogy minél jobb tanúi legyünk a hétköznapokban. És igen, nagyon jól mondta, hogy vannak olyan vértanúk, akiket távoli földrészeken ezért üldöznek, de ugyanúgy itt Budapesten is megvannak a hétköznapok vértanúi, például akik az édesanyjukat ellátják, mondjuk akik mondjuk idősen, mondjuk 70 vagy 60 évesen megbénulnak, vagy egyszerűen olyan sérüléseket szenvednek, hogy ágyhoz kötve lesznek, és azért akik mellettük maradnak, és munka mellett minden nap végzik ezt a szolgálatot, hogy őket ellássák és ápolják, azért ez is egy, ha nem véres, de egy vér nélküli vértanúság, és egy nagyon szép jele annak, hogy egy jel a többi ember számára, hogy a testvéri szeretet az mennyire összekapcsolódik az Isten szeretetével is. És ezekhez a hétköznapi hősi cselekedetekhez mennyi erő kell, és ezt az erőt azt meríthetjük Istentől, vagy Isten segítségével. Halottak napja. Az egyik ugye a Minden Szentek az ünnep, a halottak napja az pedig a nem úgy azt mondom, hogy a bánat, hanem a megemlékezésnek, az emlékezésnek egy más formája. Hiszen az egyik egy örömteli, hogy vannak szentjeink, akinek a példájából lehet tanulni és erőt meríteni, a másik pedig a gyászé. Hogyan lehet jól gyászolni? Mi a helyes gyász? Én úgy érzem, nekem nagyon sokat segített a gyászolásban, hogy sajnos ez közeli érintettség folytán is, amikor az én nagymamám elhunyt, a anyai nagymamám, akkor mindaz, amire visszaemlékeztem, hogy milyen jó volt nála lenni, meg mennyi sok jó dolgot adott nekünk, akkor az egyszerűen hiányzik.
És azt hiszem, hogyha megérezzük ezt, hogy hiányzik az ő léte, de mégis valahol eltelünk egyfajta örömmel, hogy ő azért ugyanúgy figyel ránk, bár nincs itt most köztünk, de ő is segít minket, közben járhat, nem úgy, mint a szentek, de azzal, hogy gondolunk rá, az erőt adhat, hogy a hétköznapok szürkeségéből egy kicsit tovább lépjünk. Érdekes, ugye említette itt a nagymamája példáját, és nekem is, pedig most már szerintem 35 éve, hogy meghalt a nagymamám, de nincsen olyan nap, hogy ne találkoznék vele gondolatban, hogy a mami ezt lépte volna, azt lépte volna, ebbe segített, abba segített. És itt kénytelen vagyok hozzá kapcsolni, és lehet, hogy nem is tartozik ide, de én valahogy úgy gondolom, hogy az én nagymamám az én őrangyalom. Létezhetnek ilyen kapcsolatok? Mondjuk, hogy kell egy őrangyalt elképzelni? Mert nagyon sok embernek ugye azt mondják, hogy vigyázz rád az őrangyalod. Igen. Ez hogyan fejezi ki az egyház hétköznapi nyelven? Igen, hát ez egy nagy misztérium, az biztos, de van egy ilyen dogmatikán belül, már a neve is olyan, hogy elén képzeljük ezt a szót, hogy dogmatika, akkor ez olyan, mint egy ilyen poros könyv jelenik meg előttünk, de hogyha kicsit belelapozunk, akkor nagyon sok ilyen érdekességet találunk benne. Például az egyik az ilyen az angyaltan, angyalokról, és ez viszonylag egy rövidebb rész a nagy könyvön belül, és itt azért az egyház vallja, hogy vannak Istennek olyan szellemi teremtményei, akik közben járnak értünk, de mégsem olyanok, akiknek fizikai testük lenne. Tehát mondjuk elhunyt szeretteink, tulajdonképpen ők nem őrangyalaink, de mindenképpen azáltal, hogy gondolunk rájuk, az erőt adhat. És segíthet minket a bajba. És az se baj, ha azt gondoljuk, hogy a nagymama vigyáz ránk. Így van. Halottak napja november 1-e, és október 31-e Minden Szentek ünnepe. Elnézést, igen. November 1-e. November 1-e Minden Szentek, igen. És a második a halottak napja. Ójjaj. Kavarodás történt bennem, mindenkitől elnézést kérek. Tehát akkor november 1-e Minden Szentek ünnepe, és november 2-a halottak napja. Mit gondol arról, amikor az emberek virágot vásárolnak és kimennek a temetőbe? Elég csak egy gyertyát gyújtani, vagy tényleg díszítsük fel a sírokat? Én úgy érzem, hogy akik ezzel tudják kifejezni a gyászukat, hogy földíszítik a sírokat, nagyon is helyén való. Persze, akik meg emögé egy olyan vallásos tartalmat is bevisznek, ami kitölti, ami a díszítést nem csak külsődlegessé, hanem egy belső kincsé is teszi. Persze az nyilván az egy nagyon szép dolog, de aki nem hívő, és virágokkal fejezi ki a tiszteletét az elhunytja iránt, nagyon is szép és nemes gesztus. Mit jelent a gyertyalángja? Fényesség a sötétben, és egy a reménynek a fénye is, hogy bár meghalt az illető, mégis azzal a kis gyertyafénnyel jelezzük, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem ő ebből a nehéz létből, bár az élete most itt a Földön megszakadt, de tovább lépett Isten felé, és egy új úton elindult, ami már örök és örömteli.
Nagyon sokan írnak mostanában, és ez az utolsó gondolat, amiről szeretném, hogyha egy picit beszélgethetnénk. Nagyon sokan vannak, akik, ugye mindenki azt mondja, hogy még senki nem jött vissza a halálból, de nagyon sokan megélték a halál pillanatát. Igen. És ezt papírra is vetik. És ebben voltak, én olvastam olyan könyvet is, amiben volt 4 éves gyerek, aki utána tökéletesen le tudta írni, és elmondta a szüleinek, hogy mit tapasztalt, és neki nem lehet betanítani, vagy nem lehetnek olyan Igen. gondolatai, amit a szájába adnak Igen. utána. És ezt korra nemre és tudásszintre való felekezet nélkül megérhetik az emberek. Mit gondol erről? Erről a halálból való visszajövetelről? És szokott erről olvasni? Bevallom őszintén, nem olvastam róla sokat, de az biztos, hogy létezik ilyen, hogy klinikai halálból valaki visszajön, és megtapasztal olyan élményt, mint hogyha már tényleg halott lenne. Létezik ilyen. Létezik és mindenki ilyen. Fényességről mesél. Igen, az biztos, hogy talán olyan, és talán ebben gyújt egyfajta reményt a halottak napja, hogy nem egy halálunk után nem egy semmibe hullunk bele, hanem egy az Istennek a karjába, egy fényességbe, és nem válunk köddé, és nem csak egyfajta kő, egy sír, az, ami tanúsítja, hogy éltünk itt a Földön, hanem az a kő, az a sír, az minket emlékeztet rá, hogy ő igenis egy szeretetteli úton indult már el. Ez lesz a végső szavunk erre a mai beszélgetésünkre. Atyám, köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon szívesen. És nagyon szép ünnepet kívánok minden terézvárosi lakosnak, mindenkinek, aki nézte ezt az adást, és minden honfitársunknak a Kárpát-medencében. Amen. Köszönöm szépen.